A First Look-on túl vagyunk, megérkeztünk az első helyszínünkre, ami a Szigligeti Arborétum, és elvileg itt be fognak minket nem sokára engedni. Hát ha nem, akkor a parkolóban fotózunk, de arra talán nem lesz szükség. Megérkeztünk a második helyszínünkhöz, a Mátán Lottira hozzá a softboxot. Ez a Szigligeti kikötő, itt fogunk most egy pár képet lőni. Aztán megyünk tovább a várba, ahol egyébként nem zárjuk le a fotózást, ahogy ezt először mondtam. Mert utána elvileg fogunk még csodabos képeket is készíteni. Mondjuk, hogy ez pontosan hol fog készülni, ezt nem tudjuk még, de majd hamarosan kiderül. Túl vagyunk a második helyszínünkön, most vagyunk a várba, ott fogunk fotózni, és utána pedig majd várunk, amíg ideálisak lesznek a körülmények egy csillagos fotózáshoz, bár ilyet egy kicsit félek. Eddig már vagy négyszer hittük azt, hogy végeztünk a fotózással, aztán mindig találunk valami új helyszínt, ahol ezt még meglőjük, meg ezt is még meglőjük, meg ezt is még meglőjük, úgyhogy most jutottunk el oda, hogy most tényleg végeztünk a fotózással. Ezt várni fogunk elég sokat, mert szeretnénk csillagos képeket lőni. Nem tudjuk, hogy ebből mi lesz, de hogyha arra elnéztek, akkor láthatjátok, hogy egészen felhős, bár vannak tiszta részek. Úgyhogy mi ebben reménykedünk, most szurkoljatok nekünk. Péntek délután van, éppen Timi és Gergő esküvőjére tartunk, megpróbálunk bejutni egy körforgalomba. Timi és Gergő meg a NASZ nép még nem tudják azt, amit mi már igen, hogy holnap mondhatjuk, hogy jubilálunk, ugyanis a 100. esküvőnket fogjuk fényképezni. Kicsit mi is ünneplünk. Így van, egy kicsit mi is ünneplünk. Készülünk egy kis meglepetéssel nekik, próbáltuk kipuhatolni, hogy minek örülnének. És azt éreztük, hogy a kreatív fotózáson, ami 2 hete volt, nagyon sokat emlegették a fotókönyvet, és azt éreztük, hogy talán ez lenne a legjobb ajándék. Amivel megajándékozhatjuk őket annak alkalmából, hogy mi a 100. esküvőnket fényképezzük. Próbáltak egy picit alkudozni, és alkudoztak például a fotókönyvet, ezt belealkudták egyébként a csomagba, és de egy kis fotókönyvet, és most arra gondoltunk, hogy adunk nekik ajándékba egy nagyot, egy igazán exkluzív fotókönyvet, szerintem örülni fognak neki. Most éppen azon gondolkodunk, hogyan mondjuk fel ezt a vlogra, mert lesz ott egy kis diavetítés, és mondták, hogy tegyünk be egy kis videós részt is, és mondtuk nekik, hogy ez meglepetés lesz. Úgyhogy ez lesz valószínűleg a meglepetés, hogy valahogy úgy elmondjuk, hogy mivel ünnepeljük meg mi is ezt a szép kerek számot. A múlt heti párosnak én mondtam, hogy ők a 99-ek, ők talán az egyetlenek, akik tudták, hogy ők hányadika. Szerintem nem megfognak a könyvek. Reméljük. Jó reggel. Szombat van. Most érkeztünk meg Szigligetre. Itt a közelben leszünk egész nap, de egy picit mászkálósabb napunk lesz, mert nem lehet leparkolni ott a háznál, ahol a kikérő lesz. Úgyhogy leparkolunk a strandnál, onnan felsétálunk. A strandon lesz Szigligeten a szertartásunk. A polgár, így van. Úgyhogy azt várjuk nagyon, mert annyira jó idő nincs, hogy strandolók legyenek. Úgyhogy... De annyira jó idő van, hogy se nem sülünk meg talán, se nem fogunk szétfagyni, úgyhogy ez pont egy ilyen... Reménykedünk benne, igen. Akkor egy elég optimális hőmérsékletű eskú lesz. Ami igazából Gergőnek szerencsé elsősorban. Igen, de hát a szeptemberi esküvők ezért jók. Azért szeretjük őket.
Vonalány Petra vagyok, Petra egyedi esküvői kellékek és dekoráció néven megtaláltok a Facebookon is. Hogyha szeretnétek álomszerű esküvőt, megoldjuk, a férjemmel profin dolgozunk, minden álmotokat valóra váltjuk. Mellettem Daniela, ő a sminkesünk, ő csinálta a kreatív rajzos sminket, amiből majd képeket a videó végén fogtok látni. Bemutatkozol? Daniela vagyok, Ajkán vagyok sminkes, meg szemlélek az szabítva. Aki is szereti szép sminket az estőm, várom. És bátran ajánljuk mi is. Gyülekezik mögöttem a vendégség. A hajakat a Heaven Hair készítette, így keresitek őket Instagramon. Ez itt a helyszínünk. Szertartási helyszínünk, hát vicces lesz. Pár mögött lesz a Balaton, úgy fognak állni itt a Boldogság kapunál. Boldogság kaput jól állították be egyébként, mert nekünk pont jó lesz a fotó szempontjából. Általában pont fordítva szokott állni, ami fotós körről pont ki szokott maradni, úgyhogy ez most nagyon szépen megvan oldva. Viszont a Balaton valószínűleg nem fog látszani, mert akkor a különbség itt árnyékban lesznek, az pedig kint van a napom. Itt a Szigligeti vár tövében lesz a templomi szertartásunk. Ökumenikus szertartás volt, és az volt még az érdekessége, hogy a református lelkésznő, ő Gergőnek a unokatestvére, és annyira megható szertartást tartott, hogy még mi is megkönnyeztük, gyönyörű volt. Azért egy kicsit így feltöltek, ez megyünk tovább a nap további részének. Megérkeztünk a Panoráma Hotelba. Bal van, gyerekre. Te tisztáltak én? Ne üzd meg a kerüzet. Ja? Nem minden jó. Nem adjátok meg. Ez még nem a rablás. Úgy kinézni a másiknak a vállalkozat, hogy lássa engem. Tudom, hogy nem vagyok szép, azért akarom látani, hogy most nincs itt a műgésen.